Adom a szót 5 perces időkeretben. Öni a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedjék meg tisztelt képviselőtársaim, hogy rendhagyó módon kezdjem ezt a napirend utáni felszólásomat, itt Arató képviselő úrra reagálva. Már látom, hogy heves izgalomba jött ugye a napirend utáni címe kapcsán, de ki kell ábrándítanom képviselő urat, itt nem valami fajta szexualitás vagy homoszexualitással kapcsolatos kérdésekről szeretnék beszélni, hanem a tűzifa áfa, illetve a tűzifa támogatások kérdéséről, ugyanis jelzem azt, hogy a magyar emberek 80%-a vidéken él, és tudom, hogy önök, tisztelt balliberális képviselőtársaim, semmifajta elképzeléssel nem rendelkeznek a vidéki emberek problémáiról, és fogalmuk sincs arról például, hogy a fával fűtő, és főleg a kizárólag fafűtésre alkalmas ingatlanok tulajdonosai nemhogy egyszerűen csak kárvallottjai a rezsicsökkentésnek, hanem a rezsicsökkentésből ezek az emberek, magyar emberek millióiról van szó, teljes mértékben kimaradtak. 2012-ben is újtottam már be javaslatot egyébként a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése érdekében. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mindezek a javaslatok eddig süket fülekre találtak, éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom teljes áfamentességét fog kezdeményezni. Tekintettel arra, tisztelt képviselőtársaim, hogyha megnézzük azt, hogy egy mondjuk 70-es, 80-as években épült tízszer tízes kádárkockának, egy tízszer tízes átlag ingatlannak, ha csak tűzifával tudják fűteni, a tűzifa szükséglete egy átlagos télen legalább 100 mázsa, és tekintettel arra, hogy ezeket az utóbbi 30-40 évben aligha újították föl, tehát nagyon korszerűtlen lakóingatlanokról van szó, akkor bizony ez a tűzifa igény akár a 150-200 mázsát is elérheti egy fél éves fűtési szezonban, és akkor még nem igazán hideg téllel kalkulálunk, akkor azt látjuk, hogy a tűzifa mázsánként járat tekintve valahol 300 és 600 ezer forint között van, egy kizárólag fafűtésre ráállt, vagy kizárólag fafűtésre alkalmas ingatlannak október közepétől április közepéig a fűtési költsége, hiszen ha megnézzük a tűzifa hirdetésekben szereplő árakat, akkor azt látjuk, hogy egy mázsa hasított akác vagy tűzifa ára legalább a 3000 forintot éri el, de időnként meg ettől is magasabb árakkal találkozunk. Én szeretném felhívni tisztelt balliberális és kormánypárti képviselőtársaim figyelmét is arra, hogy bizony vidéken nagyon gyakori az uzsorának egy olyan formája, amely nem a készpénzkölcsönökkel kapcsolatos, hanem élelmiszereket, és fűtési szezonban tűzifát adnak az uzsorások uzsora hitelre. Ez gyakorlatilag ugyanúgy viselkedik, ugyanolyan típusú, mint a hagyományos pénzkölcsön, csak ezúttal ugye a tűzifát kiadja az uzsorás, és elképesztő uzsorakamattal gyakorlatilag az adott évben felvett tűzifában felvett uzsora hitelt még 2 vagy 3 év múlva is törlesztik a kárvallottak. A tűzifa teljes áfamentesség az álláspontunk szerint gyakorlatilag egy kerekítési hibahatár szintű bevétel kiesést okozna az országos költségvetésnek, ugyanakkor jelentős segítséget jelentene a legrászorultabb honfitársainknak, hiszen azt látjuk, hogy egy átlag Szabolcs megyei munkavállaló 2017-es adatok szerint 138 ezer forintot visz haza nettóban, és ha azt alapul veszük, hogy egy átlag Szabolcs vagy Borsod megyei nyugdíjasnak a nyugdíja bőven 100 ezer forint alatt van, akkor el tudjuk képzelni, hogy az élelmiszer és a gyógyszerköltségek mellett az egy fűtési szezonra jutó 300 és 600 ezer forint körüli plusz kiadás gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozza ezeket az embereket. Épp ezért elodázhatatlan a tűzifa áfamentességének elérése, illetve az áfamentesség rögzítése. Ugyanakkor a nagycsaládosok esetében további kedvezményeken is érdemesenek gondolkodni, akár országos kivetítésben, akár helyi szinten önkormányzati rendeletekbe foglalt módon, nyilván azon önkormányzatoknál, amelyek erre költségvetési helyzetüknél fogva képesek és alkalmasak. Hozzáteszem, csak és kizárólag azokról a nagycsaládosokról van szó, akik saját sorsuk jobbra fordítása érdekében maguk is tenni akarnak, nem pedig a közösségi erőforrásokra, a közösségi javakra telepednek rá valamifajta parazita életmódot folytatva. És nem szabad megfeledkezni idős honfitársainkról sem, hiszen különösen az ország hátrányos helyzetű térségeiben találkozunk azzal a jelenséggel, hogy ezen idős honfitársak
gyermekei, unokái jobb esetben az országhatárokon belül, de tőlük távol élnek, rosszabb esetben a világ másik végén voltak kénytelenek munkát vállalni a nagyon alacsony magyar munkabérek és az általános magyar közállapotok miatt. Éppen ezért ezeknek az idős embereknek a helyben elérhető közmunkás munkaerő bevetésével lehetne a fa felkészítésében, illetve csapadékvédett helyre való szállításában segíteni. Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy ha mi az mozgalom ezen javaslataira elfogadják, akkor sokkal nyugodtabban nézhetnek idős honfitársaink és a tenni akaró nagycsaládosok a következő téli fűtési szezon elébe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.